Hát sziasztok, köszöntök mindenkit! Az én nevem Szabó Kristóf, én vagyok az online marketingesnek az alapítója. Az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a sikerhez nem feltétlenül csak a diplomán keresztül vezet az út. Épp ezért ebben a videóban szeretnék egy kicsit nektek tanítani a testbeszédről, tehát hogy hogyan tudod kielemezni a másik embert, hogyan tudod meglátni azt, hogy ő mire gondol, és mit szeretne csinálni. És ha érdekel téged ez, hogy hogyan tudnál más embereket is olvasni, és konkrétan belelátni az elméjükbe, akkor tarts velem! Testbeszéd nagyon-nagyon fontos, mert sokan a testbeszédüket nem tudják befolyásolni, ezért lehet, hogy a szavaikkal hazudnak neked, de a testbeszédükre nincsenek hatással, ezért ha te ismered a testbeszédet, akkor tudsz olvasni az adott emberbe, hogy ő mit gondol őszintén. Mondok nektek pár ilyen jelet, hogy mi az, amire tudtok figyelni, amit az emberek általában nem tudnak kontrollálni. Az első dolog az a nyaknak a vakarása. Hogyha mondjuk egy kellemetlen helyzet vagy, ami nem komfortos számodra, és védeni szeretnéd magadat, akkor a nyakadat vakarod. És ha így látod, hogy a társad vagy, akivel éppen kommunikálsz, a nyakát vakarja, akkor tudod, hogy ő nem érzi komfortosan magát abban az adott helyzetben, vagy abban az adott témában. A következő az ujjak összerakása. Ha az ujjakat összeérinted, ezt általában főnökök vagy magas beosztottú alkalmazottak szokták használni. Ez teljes mértékben az uralomnak és a egymás alá fölé rendeltségének a jele. Tehát, hogyha valakivel így beszélsz, akkor tudod, hogy ő magasabb rendűnek gondolja magát, mint téged. A harmadik az, hogyha valaki úgy beszél, hogy a mellkasán van a keze. Szóval, ha valakinek a mellkasán van a keze és így beszél, akkor az őszinteséget sugall, hogy ő teljesen a szívéből gondolja azt, amit mond. Tehát tudod, hogyha valaki így kezd el veled beszélni és megosztja az érzéseit, akkor ő teljesen őszintén adja át azokat neked. Következő, hogyha valaki ferde fejjel hallgat téged, ha te beszélsz és ő csak eldönti a fejét és így hallgat téged, akkor tudod, hogy ő ténylegesen figyel és aktívan hallgat arra, amit te mondasz, és próbálj feldolgozni ezeket az információkat, tehát ténylegesen érdekled. Van még a karbatett kéz, hogyha valaki karbatett kézzel áll egy beszélgetésbe, akkor ő minimálisan elzárkózik attól a témától. Tehát ezzel is tipikusan ugyanaz, mint a toroknál, vagy a nyakfogásánál, hogy kicsit védekező állás ez. Ugyanez lehet a lábnak a keresztbe tételével is. Hogy ez egy védekező állás, nem kényelmes, nem komfortos neki az adott téma, vagy az adott környezet, vagy az adott emberpont. Valami nagyon érdekes, az itt a szemeket kell figyelni. Hogyha te gondolkodsz, akkor jobbra fölnézel. Azonban, hogyha te balra fölnézel, akkor egy hazugságot próbálsz kitalálni. Ez nagyon fontos, és erre nagyon kevesen tudnak figyelni, mert a szemüket nem kontrollálják az emberek. A kezükre még tudnak figyelni, a szemükre annyira nem, illetve amire egyáltalán nem tudnak figyelni, az a lábuk és a lábfő. Ezért még van egy nagyon-nagyon jó tipp, amit én már többször is megfigyeltem, hogy ha vagy egy társaságban, és kíváncsi vagy arra, hogy egy adott lánynak kitetszik, akkor nézd meg azt, hogy a beszélgetés közben a lábfeje merre áll. Általában arra felé szokott állni az adott emberek a lábfeje, aki iránt érdeklődik. Viszont nagyon fontos, hogy ne csak egyszer nézzétek meg, tehát többször is figyeljétek meg, mert akár véletlenek is közrejátszhatnak, hogy mit tudom én, azért állt így, mert valakivel éppen beszélgetett, vagy és a többi, és a többi. Tehát ezeket a jeleket általában összességében kell megfigyelni, és nem lehet egy jel alapján megítélni valamit. Illetve nagyon sok gyakorlás kell hozzá, tehát azért egyelőre még csak figyelgessétek ezeket a jeleket, de ne szembesítsetek senkit azzal, hogy most tudom, hogy őszintén beszélsz, vagy tudom, hogy nem érzed komfortosan magad a beszélgetésbe. Úgyhogy több jelet nézzetek meg egyszerre, próbáljátok meg tanulmányozni, és higgyétek el, hogy előbb-utóbb ti is a mestrei lesztek ennek, és ti is tudtok olvasni az emberekben. Remélem tetszett a videó, és ténylegesen értéket tudtam vele adni, tehát most már te is tudsz olvasni az emberekben, vagy legalábbis tudod, hogy hogyan kezd el. Hogyha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!